Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Már volt egyszer egy próbálkozásunk, amikor bemutattunk egy idős osztopálni, aki a Szekeres Mama volt. Remélem még emlékeznek erre a műsorra. A mai beszélgető partnerem, osztopál legidősebb férfi embere, aki Molnár Istvánnak hívnak. Nagyon sokáig itt élt osztopánban, illetve osztopán környékén, aztán elkerült innét, és ismét visszajött. Sok szeretettel köszöntöm 90. születésnapi alkalmából, amit most június végén töltött be, és már a 91. éve tapossa. Köszönöm szépen. Pista bácsi, szeretnénk, hogyha megismerhetné magát a falu, mert hát nagyon sokáig itt élt osztopánban, pontosabban kint Viszakpusztán, de aztán elkerült innét be Kaposvárra, a sors úgy hozta, hogy pár évvel ezelőtt ismételten visszajött, hogy azt a levegőt szívja, amelyet ifjúkorában is itt szívott. Pista bácsi Pamukon született, 1905-ben. Igen. A szülei ott gazdálkodtak Pamukon? Nem gazdálkodtak, ott volt alkalmazott egy gazdaságba, ilyen futkozó kocsis volt az apám. A nagyapám az meg gazda volt ott abban a gazdaságban. Ott járt iskolába Pamukon? Ott jártam iskolába. Hány elemit járt? Hat elemit. Igen. Utána milyen szakmát választott? Kovács szakmát. 14 éves koromban mentem el Kovács. És ki volt a mestere? Kövesdi József. Egy... Akkor még ő gazdaságban volt, amikor oda mentem tanoncnak. A gróféknál, utána aztán Maszekképpen volt. Ez Öreglakban volt, ha öreg jól lak, tudom. Öreglakban volt, igen. Úgy járt át Pamukról Öreglakban, vagy pedig oda is költözött? Oda, hát ő náluk voltam. Lakáson is, mindenhol. Kostpárti? Mindenféle, igen. Kapott valami pénzt is az inas évekért? Nem. De magának sem kellett nem fizetni? Nem kellett fizetni semmit. Az első világháború, mikor kitört, akkor még Pamukon lakott. Igen. Hát még hát igen. Kisgyerek volt igen, akkor. Igen. 9 éves volt, és mikor befejeződött a háború, még akkor sem volt nagykorú. Ez a háború, ez hogyan érintette magát vagy a családot? Érezték hát, a háborút ott Pamukon? Éreztük. Hát mi gyerekek, mondtam, hogy az iskolából kivettek bennünket közben egy egész napra, és dolgozni, segíteni gazdaságban, meg gazdaságokban, igen, ott kellett leginkább segíteni. Meg az is volt aratásban, hogy ketten voltunk egy számban, hát akkor már 12 éves voltam. Kötélhúzó. Mennyit lehetett akkor egy napszámért kapni 12 éves korban? Nem azt, hogy pénzbe mennyi, mert ez nem jelentene nem sokat tudom, nekünk. Mit lehetett azért vásárolni? Lehetett belőle? Jutott mindenre? Ételre, hát, italra, ruhára belőle? Cukorkára? Annyira egészen nem. Na, ilyen gyerekeknek, így mondom. Igen. Megkeresték az aratók azt a bizonyos mennyiségű gabonát, az jó volt nekik, az idősebbeknek, de mondom, milyeneket is bevettünk, mint mi. 2-1 számba számított a munkánk. Pista bácsi, amikor Öreglakot ott hagytam, hová ment el dolgozni? Először Lengyeltóti gazdaságba. Ott mennyi ideig? Egy évet dolgozott? Egy évet, igen. Utána került ide osztopámba. Úgy van, igen, osztopámba. 24-ben. Igen. Akkor már a feleségét ismerte, a későbbi feleségét, mikor itt dolgozott? Nem? Elég későn ősült. 31 éves korában. Én azt 30 éves koromban ismertem meg. Úgy. Sokáig legénykedett? Sokáig. De összeszedtem azért, itt elmulasztottunk háború alatt a iskolába, vagy nem tanultunk azt, meg a szakmába is. Úgyhogy én
tudtam bádogos munkába is dolgozni, egy évet dolgoztam Kaposváron, ilyen épületlakatosnál, ott készítettük az asztaltűzhelyeket, egy sütős, két sütős, csikótűzhelyet, üstházat. Kaposváron, mikor az üzemben dolgoztam már, azt mondták, ide kap, ide vittek, oda vittek, nekik olyan munkás kell, aki több kiterjedési szakmát tud csinálni. Hát aztán volt az, hogy emlékszem rá, 6 forintért vettek föl, 6 forint órabére. És jött a főmérnök, csinálták a fürdőszobát, öltözőt, az szerelők, és 20 centis vastag csövet, kályha csövet, nem tudta, nem lehetett kapni. Aztán tudta már, hogy papíron meg így, hogy én ilyen több kiterjedésű vagyok, hogy akkor én, akkor az Esztergom műhelyben voltam karbantartó. És hát, ha mentek a gépek, én ráértem közben egész nap is. Aztán azt mondja, hogy én nem tudnám megcsinálni. Hát mondom, nincs hozzá szerszám se. Hát hogy, hát csináljak szerszámot. Hát, mert az üzletben nem kaptak ilyen vastag könyökcsövet, meg füstcsövet, szóval egyeneset. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem otthon szerszámom, vittem le szerszámot, és megcsináltam neki, úgyhogy másnap már megvolt a tájhacső. Aztán azt mondta, hogy vissza, egy hónapos voltam akkor ottan, visszamenőleg egy forint óra bért emelt mindjárt. Pista bácsi, az előbb beszéltünk arról, hogy későn nősült, 31 éves korában. Meséljen abba az időbe, milyen volt egy bál, mert gondolom eljárt akkor szívesen bálba, eljárt talán kocsmába is, szeretett mulatni. Szerettem. Énekelni. Énekelni is nagyon, de volt egy olyan csoport, voltunk öten, Öreglakba például, akik volt egy Sebrek Pista nevű, az a ganzmávakban volt művezetés, elvitték Szegedre, csillagbörtönbe, 8 nap múlva már meghalt. Ó, pedig jó gyerek volt, és nem is volt olyan, hogy politizált volna, vagy tudja, fennáll, tudjuk a hadjárat alatt. Maga, mint iparos ember, egy ilyen bálba a megbecsültebbek közé tartozott, mert magának komoly szakmája volt. Azt akartam mondani, hogy Öreglakba a kocsmárosné külön szobába tett minket, jó hangú gyerekek voltunk mind, meg rendesen viselkedtünk. Úgyhogy hogy nagyon kedves vendégek voltunk. De aztán? Aztán az iparos bál. Hát Somogyváron volt az ipartestület szintén. Tagja volt a testületnek? Igen. Aztán iparos bál volt, zárt kör, iparos bál. Abban az időben polgártársok nem mehettek, csak az iparosok. Akkor térjünk vissza az osztopáni évekre. Itt valamikor 31 évesen, tehát ez 1936-ban volt, amikor... 36-ban. Megnősült. Igen. Előtte egy évvel ismerte meg a feleségét. Igen. Aki Viszakpusztán. Ahogy, mert én előtte egy-két évvel vettem Maszek Pamukon, a saját portánkon, házunkon. Ott volt műhely is nekem. És onnét jártam ki közbe munkákat rendezni, csinálni. Úgy ismerkedtünk meg. És hogy ismerkedtek meg? Hát nem dicsekszem, de nem esett ki a kezembe semmilyen szakmai vonalon. Lehetett az bádogos munka, lehetett az kovács munka, vagy lakatos munka, tudtam mindent csinálni. Tehát meghívták valamit ki javítani Viszakra? Igen, meg ott dolgoztatott nálam. Úgy minden kovács munkát is, meg
olyan volt, hogy helybe kellett csinálni, azt is csináltunk. Megismerkedtünk aztán, egy ügyes asszony volt, jóképű asszony volt. Özvegyasszony volt. Özvegyasszony. A felesége. Hány éves volt a felesége, mikor? A feleségem 4 évvel idősebb volt, mint én. Mert 31, az 35 volt. És hány évig lakott kint Viszakpusztán? Hány évig laktak ott pontosabban? Hát 60-ig. 30... 1960-ig. Igen, tehát az... 31-től. 31 éves voltam. Ha az 36-tól, hogyha úgy számolgatunk, tehát az közel 25 év, majdnem 25. Igen, hát én úgy gondolom, ha 905-ben született és 31 éves korában nősült, akkor ezt így összeadogatom, az 36. Hát hány évig voltunk Viszakon? Hát akkor az 24 év, ha jól számolok, de majd utánunk számolnak, ha esetleg nem így van. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Viszakpusztán aztán egy komoly birtokot alakítottak ki. Úgy tudom, hogy nagy területük volt. Nagy volt. Aztán építkeztünk is sokat, ami... cserét házat újat, mert ma olyan volt, majdnem rájuk szakadt. Aztán sertésolat, az is ilyen szalmatetős, karós, a tégla, a hátulja, az eleje. Akácfa, padló, fedő alatt kerítés, műhelyt csináltam. Nagyon sok. Itt lett Viszakon kint cséplőgép tulajdonos is, vagy akkor már nem, volt cséplőgép? Nem, akkor volt nekem két, hát ezzel se akarok dicsekedni, de nem volt módomban, hogy egyszerre, nem tudom mit, először az apám adott 200 forintot, mikor feles társ lettem egy kis garnitúrába. Hát akkor már fél dénróka voltam, 28, ma volt 27-28. Aztán, hát már jól ismertem a motorokat, így összes motorról vizsgáztam, szivógáz, nyersolaj, mindenféle, szóval, mindenfélére. És voltam akkor a gazdaságban, egy vépészkovács volt forintja, vegyük meg kaposmérőbe azt a kis garnitúrát közösen. Mondom, még ezt is most jöttem ki, ezt a felet. Ne törődjek vele majd, ahogy keresik. Keresünk aztán. Akkor kettővel lettem felestárs. Így aztán, mikor megnősítem, akkor aztán volt egy egész garnitúra már, legénykorban. És mekkora területre jártak el csépelni? Hát például én Viszakon először ott végeztem el, 12 gazda volt, aztán elmentünk Pamukra és Osztopánba is, meg legtöbbször Somogyádra. Nem Jádra, Eddére. Eddére jártunk csépelni. Volt az, hogy onnét volt munkásunk is. És ebben a gazdaságban hány munkással dolgoztak? Viszakon? 4-en. 4 konvenció, vagyis 3 egész konvenciós és egy fél konvenciós kanál. Ők ide valók voltak, környékbeliek? Hát akkor ide valók. Jancséknál volt egyik cseléd főjött hozzánk, egyik aztán meg Kovácsonál is. Ide valók, ebben részre. Meg a Gálok az időben Kürtösről hoztam. Gál Pistát tetszik ismerni. Idő gyerek volt, mikor az apja ott volt, de hogy emlékszik mindenre ez a Gál Pista is. 1960-ban költözött be Kaposvárra. Igen. Miért költöztek el innét? Leadtuk az összes földet már, aztán már innét is bejártam a textilművekbe, művekhez dolgozni. Hát ott vettünk, hogy ezt eladtuk, 224 ezer forintért az összes épületet. Arra becsülték föl, amiért vették meg. Kis Jóska volt, azért megmondom azt is. Amikor megcsináltuk a szerződést az Imrével, az volt az elnök,
tetszik tudni ki az, ki volt itt elnök. Nyugdíjban van most már. Nem tudom, hogy én ismerem. Biztosan ismerik. Horváth Imre? Ja, igen. Horváth Imre. Nem tudom kinyögni azt se, hogy Horváth Imre. Az megcsinált a papírt, másnap gyűlés volt a TSZ-ben, azt mondta, Kis Jóska az volt az elnök, TSZ elnök. Meg papírom van ám, ezt csak nem kapom volna egy fillért se. Másnap én már tudtam, az embereim bemondták, a jó embereim, hogy mi van szó. Hát aztán nem sikerült neki, mert kifizették. Hát az Imre egy engedte, meg a Fradi pénzügyi, az volt ott bent. Úgyhogy hát nem egyszerre, de kifizették. És vettünk Kaposváron egy házat, betelepettünk. És akkor ott ipari munkás lett. Ipari munkás lett. Visszatért az eredeti szakmájához, bár most már nagy üzembe. Igen, igen. Igen. Mondhatom, pártitkár a műhelyben, akkor már jól feküdtem, bemutatkoztam nekik, hogy azért tudok valamit. Vegyenek példát arról az emberi. Tehát elismert ember lehet végül is. Az első felesége, úgy tudom, meghalt. Meg. Rosszul mondtam ám tegnap előtt, vagy mikor itten. Nem 66-ba, 64-be halt meg. Igen, én erre nem emlékeztem, most 64-be meghalt. 64-be, és 66-ba megnősült. És 66-ba megnősült. Cukorbeteg lett, megvakult szegény. Aztán hát volt, arról nem volt szó, még önéki volt. Egy kislánya itt volt az Árdában, Kaposváron, amikor én elvettem őt. Na, mit akartam ebből kihozni most? Nem tudom, én azt szerettem volna megkezdeni, hogy gyereke volt-e? Nem. Így akkor csak egy nevelt gyereke igen. volt? Az férjhez ment. Az első házasán? Az első feleségének volt ez a gyereke? Igen. Uh-huh. És ő hol él most? Kaposváron. Együtt voltunk, mert a férje tanító volt, Zseric kis faludon, és hát, hogy bementünk, ők is bejöttek Kaposvára onnét. És a második feleségével ott Kaposvárat ismerkedett meg? Kaposvár. Együtt dolgoztak? Vagy valahol? Vagy? Nem, ő is nyugdíjas volt. Én is. Akkor még nem voltam nyugdíjas. Persze, hogy nem. Tehát ő nem dolgozott. Az is aztán beteges lett, már két év múlva, ahogy elvettem. Szóval nekem mindegyikből kijutott. A szegény megvakult teljesen. A Petőfi téren volt a műhelyünk, és az iparból vittem neki az ebédet, mert a lánya is még elment dolgozni. Úgyhogy egyedül volt otthon. Aztán azt mondta a művezetőm, ha nincs tanonc, akkor ültessek fel akármelyik segédet, hogy esztergályost, hogy az ebédet vigyem a feleségemnek. Utána megebédezett, mentem vissza dolgozni. Hát az is megvolt, ha valamelyik gépnek olyan baja volt, hogy 4 óráig meg tudtam csinálni, bennmaradtam, mert kölcsönkenyér visszajár, így mondjuk. Közben itt egy-két fényképet is hoztunk elő, bár sajnos a régmúlt időkről. Csak ez az egy van. Ez az egy van, amelyik a jogosítvány. Igen, valamelyikből abból vettem ki. Vadász kártyai vagy motorkerékpár, nem tudom. Halljuk meg itt megnézni itt sorrendben. Ez a kép, ez hol készült? Lengyel-Tótiba.
És akik rajta vannak, azok a ismerősei vagy munkatársai? Ez unokaöcsém. Ez 2 éve halt meg itt Pamukon. Ez meg a szomszédom volt, ez a Kovács Lajos, 50 holdas ott volt a szomszédom, ez a leánya, ez az Ávós vette el a leányát, én meg itt vagyok Széri. Akkor van itt szintén egy ilyen családi jellegű kép. Ez a feleségem, és a... Hogyan mondjam meg, hát... A mostanászom, így tudom mondani. Igen. Meg annak a felesége. Ez a kép már a volt, kaposvári munkahelyén készült. Igen, igen. Ez a mezőgépnél? Mezőgép. Mezőgépnél. És akkor aztán már a legújabb korokból is. Ez még egy elég fiatalkori képe. Kaposvári. Egy fényképész, jó ismerős. Gyere be, Pista bátyám, csinálunk fényképet, még nem is voltam jó fölöltözve ahhoz, csak úgy kapásból csinált egy. És hát ezek a képek pedig már olyanok, ahol valamilyen eseményt ünnepeltek éppen. Igen. És hát megkóstolják a... De remeg is a kezem az Istenét, de megregettem. Hát jó borívó gyerekek, jó, ez a... Ez a márnyei rokon, ennek aztán nótán megint jó nótáj, meg jó hangja. Egy pár jó napot töltöttük, egy pár jó búcsút, így mondva. Ez is valamilyen ugyanazon a mulatozáson készül. Ugyanolyasmi. Aztán hát ez úgy szintén, ahogy nézem, itt pedig szintén rokonság körében. Igen. Ez pedig már egy lakodalom. Ez egy lakodalom. 6 éve lehetett körülbelül. Látom, még itt is táncra kelt akkor. Hát mennyasszont megtáncoltattam. Muszáj volt. Aztán hajnalba el akartam menni. Á, nem lehetett. Nem lehetett a társaság. Vissza az egész. Hát, tudtuk mulatni, meg jó voltak, jó barátok. Ez születésnapon készült ez a felvétel? Ez a szomszéd beszélt rá, ott voltam nála. Együtt dolgoztunk Petőfi téren, esztergályos volt. Dénes Karcsi, hogy a szobába menjek be, aztán ő csinál fényképet ott a virágok között. Igen, hát ez is akkor készülhetett, látom. Körülbelül. És ez még az előző kép, az tartozott a melyik Lengyel Tótiba kép. Igen, kép. Igen. Kevesebben vannak az. Ez még él Böhönyén. Ott volt rendőr, őrparancsnok, most már nyugdíjas, de hallottam, a kórháznál hallottam, hogy bent voltam. Böhönyeiek mondták, hogy szépen gazdálkodik. Van kis családja, a Jóska. És ma, most, hogy visszaköltözött Oszpapámba, most hogyan mulatja az időt? Mivel tölti az idejét? Én nem akarok panaszkodni, jó helyem van különben, de bozzasztónak is. Ugye, Erzsi is dolgozik, Jancsi is dolgozik a szobába. Hogy kinnődögelek azt az újságot is most már lassan, majd nem is tudom jól olvasni, rosszabbak a szemeim is. Na, nem tudok csinálni olyan semmit. Elmondani még el tudom, beszélgetve Jancsival. Vannak itt barátai Oszpapámba, akikkel össze szokott járni? Nincs, hát. Hát már mind meghaltak. Nincs, hát. Az apja volt nagyon jó haver. Na, Sanyinak,
Buszos Sanyinak. Gadányi Sanyinak? Gadányi Sanyinak. Az egy évvel volt idősebb, mint én. Az már 24-ben is jó haverok voltunk, meg mikor Osztapámpa is Viszakra kerültem, pálinkafőzés volt. Aztán tudom, egyszer 50 liter tiszta szilva pálinkát főzött. Abban a cukor nem volt semmi. Azt mondta, feküdjek csak le nyugodtan, haza majd ő nagyon rendes gyerek volt. Hát egy nyulat fogtam neki, az persze vitte. Marián szomszéd, az jó kova volt, Marián tanító, hallott róla, igen, biztos. Aztán ellopott egy Division, mikor pakoltuk föl a kocsira már. Gondolom nem üresen. Nem, hát. De tudtam mindjárt, hogy csak ő volt ott közelletben. Kikre emlékszik vissza még Osztapámból szívesen, akik már sajnos nincsenek az élők sorában? Hát a Sas Jóskával nagyon jó viszonyban voltunk. Meg úgy írtuk egymást, ugye, a néppel, mindenhogy a csépeltünk. Azt is mondom, a magyarnak volt, a Stuber mellett volt magyar nevű géptulajdonos. Aztán a postás kisasszonynak a földjét, már nem tudom a nevét, aki bérelte, hogy csinálta a felébű. És úgy osztották el a kepéket, hogy négy a tiéd, négy az enyém, nem hogy fele úgy, fele pontosan, hogy ne csalódjanak. Aztán én csépültem a tarit, vagyis a postás kisasszonyét, a magyar meg a zaratójét. Aztán nem tudom, mennyivel több volt a gabona, amit én csépeltem. Én nem szerettem fuzsálni, inkább lassan, de becsületes. Aztán azért bepörült a hét tulajdonost. Hát persze, hogy nem ment semmire, mert azok mondták, hogy nagyon vizes volt, azért lett többek. Szóval volt ilyen is. Ezek a puncutságok megvannak még ma is. Jöttem be gyalogosan, emlékszem rá, akkor már meg volt egy cséplőm, nem, de nagyon piszkáltak. És ott, ahol van a, akkor még a talián istálója volt most, ott a csépeltek ottan zabot. Megyek gyalogosan be, meglátnak, kiabáljanak, menjek be, féltem bevenni is, mert hát kulák, és hát üldöztek nagy. Hát aztán csak bementem, és a buzarosta volt benn, az abnak meg sokkal ritkább rostája van. Hát, ahogy láttunk, vegyék ki ezt a rostát, cseréljék ki, aztán nem etetni, hanem fölhajtatni azt, ami benn maradt sok szem. Ez jó esett nekik, nagyon megköszöntük. Annyit nem tudtak, hogy... Nekik csak gépük volt akkor. Én nem azért mondom, hogy dicsekszem, de én a legénykori időmet nagyon ki, és éltem neki, azon törekedtem, hogyha én egy falun maradok, önálló iparos, ott az én kezemben ne senki semmi. Ott jöhet zár, jöhet akármi. És hát az üzemben is azért kedveltek nagyon, hogy eszterga késeket, ujjakat gyártottam az esztergásoknak, forrasztottam bele a DDR lapkát, ha tetszik tudni, hogy mi. Igen, hogy nem. Aztán, hát már öregettem, egyszer összehívtak az irodába, hogy nem azért, de ez egy kényes, ez a szerszámedzés, akkor már a szerszámedző voltam, a szerszámos. Nem azért, hogy kényes munka is erre, egy olyan embert nem tudok ittben vagy kint, de hangsúlyozták, hogy
nem azért, csak meg akarják biztosítani magukat. Aztán volt egy sváb kaposfői, a szereldében dolgozott, és ahogy forrasztottam be a lapkákat, hát ugye itt volt a kapcsoló, ha kellett, akkor lekapcsolni, ha kis, nagyobb meleg. Aztán hátam mögött leste, és többször mondta neki, hogy nekem, hogy szeretne én mellém jönni oda. Hát aztán ezt ajánlottam. És utána bevallotta, hogy hónapokig leste, én nem tudtam, hátam mögött volt, hogy hogyan csinálom. Hát én mellettem, aztán volt egy 4 évig volt főmérnök, oda tette mellé, már innét dobták el, onnét, főhadnagy volt, Kovács volt a szakmára, de egy olyan botkező embert még nem láttam életemben. Az helyet sokat dolgoztam, és azt mondta, hogy rokon, mert úgy hívott Molnár Ferenc volt a főmérnöknek. Rokonom azt mondja, hogy ha nem felel, meg szóljon, de én nem az voltam, gondoltam, be tudom törni, hát ott voltam 4 év. Van-e valami olyan jut eszébe, amit még elmondana szívesen, ami nagy élménye volt, kellemes emlék, még mindig visszagondolni rá szívesen? Vagy éppen ellenkezőleg, mert nagyon rossz élmény is? Hát az a rossz élmény viszakon volt, amikor üldöztek nagyon, hiszen azt már beszélgettük, ugye. És akkor a kedves bőnk tanító volt Zseriszkisfaludon, de nem mertek hazajönni se. És még azt is szerették volna, hogy tagadjuk őket, hogy annyira fétek. És volt az, hogy akkor végén átvették a belsőséget is, ugye. Az volt, nem tudom mennyi ma, de sok szép fal, tiófal, fenyőfal, puspal, nagyon szép volt az a porta. És még 10 000 forinttal tartoztak. Nem fizették ki, hát a kis Jóskának a műve volt. Aztán, hát szóltam az ügyvédnek, hát azt mondja, maga ilyent elhallgat, ami jogos. Aztán felszólította háromszor, harmadszorra se semmiféle válasz. Na hát akkor be volt aztán rendővel kis Jóska, és hát, és meg se mondta, elmondta a tagoknak se, hogy miről van szó. Aztán rá lett rözzendve, és akkor ki lett fizetve, is. A kedves bőn még akkor is, hogy egy hajtottam részire, akkor is majdnem sírt, hogy majd kirúgják az állásából. De annyira kellett akkor félni. Annyira kellett félni. Pista bácsi, végezetül mivel mondta, hogy szeretett mulatni, szeretett nótázni, ha énekelne. Ezt nem tudna most megcsinálni. Ezt most nem tudna. Akkor köszönöm szépen a beszélgetést. Szeretném, mert még hogyha belekiáltottam ott be. Én is köszönöm szépen. Persze gondolhatják, nóta nélkül nem mentünk el innen sem. Istenem, hát segítsél egy. Én ezt nem ismerem. És angyalom, ha meguntál szeretni, júj, de kedvesen tud rám. Szabad néked más szeretőt keresni. Adjon az ég szebbet, jobbot, na, vagy fönn megy, vagy nem megy, már nem megy úgy, mint ég. Szebbet, jobbot nálomnál, nékem pedig csak olyant, mint te voltál.